Jó reggelt kívánok, Budapest, érkeztünk a legújabb videómhoz. Igen, egy autó tetején vagyok, ami szerintem most be is horpadt. Tesó, ne arra, hogy szerintem behorpadt az autót. Szóval, hogy igen, most jelenleg így közlekedek. Érkeztünk a legújabb napi vlogomhoz, úgyhogy tartsatok ma is velem, és ez egy kaland. Hoppá, megint megütöttem. Ne arra, hogy ugye. Nyomjuk. Bálint, azt kell, hogy mondjam, hogy neked egy vlogoló autó. Hát it's a vlog car, man! It's a vlog car! Yeah! Itt mehetkett Dominik is, köszönj a nézőknek! Jó reggel! És azt mondták a szüleim, válogassa a barátaimat, és most esik le miért. Figyelj, nekem azért megállt most a szívem így. Amúgy én se értettem, mi van, tehát hogy most egy minimális stroke-ot kapott, vagy köszönni akar. Itt vagyunk egyébként, ne arra, hogy lehet nem tudtál váltani, mert rácsaptam a kezedre. És megyünk Dominik dolgát intézzük, utána meg megyünk reggelizni, egyébként délután 2 van, és most megyünk reggelizni. Na de állj, bocs, ha már a kézcsapkodásról beszélünk, emlékszel az előző videónál, Mini mit csinálta? Szevasz! Ezeket valami szokásod tényleg? Tehát mindenképpen hozzá kell érni a szereplőkhöz? Ilyen vagyok. És itt vagyunk, a mai nap rengeteg programunk lenne, és van is. A fodrászat az, amit Szabolcs nem tudott elintézni, és nekem kellett volna, mert hogy a hajam is milyen. Haladunk és kezdjük a napot, délután 2-kor. The next day. Dominik, a túlélő, túrja a májat és úgy eszi. My cream-et. Nagyon boldog, az egyet csak. Az én reggelim pedig chips, most kivételesen nem kólával, hanem egy kis máj vitaminnal. Bálinnak itt van a sztoria és megmutatom nektek. Köszi, tényleg az autó úgy van, arra van kitalálva, ez a Szabika. Egy, hol vagy májas gyerek? Hol? Májas gyerek. Gó, haza! Túrjuk a havat! Túrjad a havat! Hihetetlenek vagytok, állandóan üvöltöztök, mint akiket nyúznak a boltban. És elkezdtük énekelni hangosan a kasszás Erzsi. Mondjuk az kis főcímdalt a kasszánál. Hát nem abban a boltban. De Erzsi nagyon aranyos volt, a kasszásaiken tök kedves volt, nem? Nem, meg nevetett. Mondjuk elég béna vicceitek volt, amint, na? Lehet, igen. Bálint, mivel esik az eső, egy kis Hawaii neked. Hallod, mit tudod, mi vagy? Vagy mit tudja lőnének? Fejezd már be. Ez ránk jön. Miért? Ennyire nehéz velem, vagy mi van? Bence, többet nem vlogolhatsz az autómba. Mi a? Ti meg nem jöhettek több. Te meg ne nézzél ott hátul. Rakjuk ki. Kit? Bálintod? Hát ő vezet. Lássam a hátsó sorban a kezeket! Szevasztok! Na Bálint, hova viszel? Találjál már ki nekem valamit, légy szíves mára, mert a vlogom unalmas lesz, ha nem. Elmegyünk Miska barátomhoz. És mit lehet tudni? Miska barátom, hát ilyen hagyományőrző. Igen. Tudod, ilyen lovaglás, úszáruhába öltöznek. Igen. És Miska itt lakik a környéken. Figyelj, megyünk tiket, mehet? Jaj. Fekete mágia! Ugye kérdezitek tőlem nagyon sokszor, hogy honnan van pénzem és miből keresek annyi pénzt. Nem tudom, a Wall Street farkas filmet láttátok-e? Részfények, tesó. 50 ezer forintos részfény, blue chip papírok. Akkor ezeket lehet venni. Minden centes részfény megveszünk és felvágjuk az árat! Megvideózok is néha. Ez a barátod? Aha. Hát mondjuk... Jó fej, nem? Valahogy nem így képzeltem el az egész dolgot, ami azt illeti. De én mondtam, hogy ő egy kicsit ilyen... Feszült. Ilyen feszült. Egy ilyen merev. Az igen. Egyébként. Nagyon be van feszülve Bálint. Valahogy nem így képzeltem el a dolgokat. Felmásszak a tetejére? Szerinted? Felmászom. Felmásszak? Ja, hogy vizes, akkor nem mászok. Ez mi? Fém? Miért lop? Akkor lopjuk, hogy ezt... Miska jó magos. Nézzél már fel, Dominik. Miska. Nem rossz. Jól működik egyébként, látom. Nyomunk egy képet Instagramra, gyerekek! Okay. Az Dezső Bence vagyok, borzasztóan öltözködik. De... Menjünk!
Bence, lehetne, de tényleg viccet is félretéve, hogy nem szedett szét az autót. Nem tudom. Most majdnem leszaptad az érzékelős szapillantót tükre. Semmi baj, olcsó. Amúgy fofátlan vagy. Szájába rendes. Tönkre ment. Hallod? Tönkre ment. Hogy ment volna tönkre? Várjál, indulunk, Szabi! Kis méregzsel! Nézd már meg, mi csinál! Ezt nem hiszed el, kinyitott egy esernyőt a kocsiba! Azt hitted, hogy a lézerkard, mi? Hát ne! Menjünk! És bulizunk egyet! Hazaérkeztünk közben, gyerekek! Jéj! Roll out! Na jó, esküszöm, el tudok lenni ezekkel, és akkor most összeépítek. De haver, mi egymásra vagyunk, az megvan. Várj, most Optimus, várjatok, figyelj! Most eljátszunk a jelenetet, jó? Optimus a sivatagban fekszik, ugye? És Bumblebee megérkezik hozzá. Hozza neki az örök szikrát? Persze, hát hozza neki. Ugye Bumblebee csak autorádió hangon tud beszélni. Úgyhogy 96.5. 96 pont! Optimusnak kinyitja a kis mákasát. Maradjunk csendben, lássuk, mit mond. Wow! Azt mondta Optimus Prime! És akkor ennyi lett volna ez a videó, reméljük, hogy tetszett nektek, egy eléggé izgalmas napon vagyunk túl. És akkor találkozunk a következő videóban, Dezső Bence vagyok, és sziasztok!